Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet. A Biblia egyik olvasóját meglepte egy picinke irat, egy rövid levelecske, közvetlenül a Jelenések könyve előtt található az Új Szövetségben, Júdás levele. Júdás azt mondja magáról, hogy ő egy bizonyos Jakabnak a testvére, és hogyha ez a Jakab a jeruzsálemi gyülekezetnek a presbitere, ami nagyon valószínű, akkor ez a bizonyos Júdás nem lehetett más, mint Jézus Krisztus testvére, mert Jakab is Jézus Krisztus testvére volt. Ő azért írta ezt a kis levelét hitvédelmi céllal, hogy arra biztassa a keresztényeket, hogy tusakodjanak, vagy küzdjenek a hitért, ami egyszer és mindenkorra a szenteknek adatott, és azért tartotta fontosnak, hogy egy ilyen hitvédő levelet írjon, mert azt mondja, hogy a gyülekezetbe betolakodtak olyan emberek, akik hamis tanításokat hirdettek és hamis tanításokat képviseltek. A kérdezőt az lepte meg, hogy ennek a levélnek egy meglehetősen kemény stílusa van, és különösen a 11.-12. versben hát már-már szinte káromkodásig menően súlyos szavakat használ a szerző azokra a tévtanítókra, akik betolakodtak a gyülekezetbe, visszaélnek a szeretett vendégségekkel, és így tovább, és így tovább. És hát keresztény emberek lévén mi valahogy egy olyan kultúrában élünk, és olyan kultúrában érezzük jól magunkat, ahol szépen finoman sztanyol papírba csomagoljuk még a kígyó mérget is. Tehát finomkodva, kedveskedve, nyájas szavakkal mondjuk el időnként azt is, amivel ártunk egymásnak. Na most ez a kultúra, ez nem volt mindig így, nem volt így a bibliai korban sem. Nagyjából a megújulási mozgalmakkal terjedt el a protestáns kereszténység körében, és nem volt így a reformáció idejében sem. Luther Márton meglehetősen nyersen beszélt, és nagyon szigorú szavakat használt, mint ahogy Júdás is, de a kérdés tulajdonképpen nem is az, hogy az ember milyen szavakat használ, hanem az, hogy milyen szándékkal mondja azt, amit mond, vagy írja azt, amit ír. Ezért a kérdés, amit meg kell válaszolnunk Júdás levelével kapcsolatban a következő. Mi lehetett az oka annak, hogy Júdás úgy érezte, hogy olyan dologgal szembesült, amivel kapcsolatban nem engedheti meg magának azt, hogy finomkodva fogalmazza meg az ő üzenetét. Az első század második felétől kezdődően tulajdonképpen kezdett terjedni a kereszténység körében, és az első század végére már egészen erőteljesen jelen volt a kereszténység körében egy tévtanítás, amit a gnózis görög szóról gnoszticizmusnak neveznek. Ennek a tanításnak tulajdonképpen az volt a lényege, hogy a korabeli görög filozófiai gondolkodás, különösen a platonizmus gondolatait ötvözték a zsidó, illetve a keresztény szent iratokban foglalt üzenettel. És ennek következtében egy nagyon furcsa tanítást fogalmaztak meg, aminek a következő volt az eszenciája.
Azt mondták, ahogy Pláton is gondolkodott, hogy az ember tulajdonképpen két részből tevődik össze, egy isteni lélekből és egy földi testből. Na most, mivel a lélek Istentől árad ki, ezért a lélek immunis, érinthetetlen azokkal a dolgokkal kapcsolatban, ami a testben történik. Na most, mi lett ennek a következménye? Ennek az lett a következménye, hogy a gnosztikusok vagy szélsőséges aszketizmusba menekültek, hogy minél előbb megöljék a testet, és minél hamarabb kiszabaduljon a lélek, és visszajusson az isteni állapotba. De itt ebben az esetben nem erről volt szó, hanem ennek az ellenkezőjéről. Tudnillik, a gnosztikusok azt mondták, hogy az arany a sárban is arany, tehát ha a lélek isteni lélek, akkor a test mindenféle bűnös, parázna, kicsapongó életet élhet szabadon. Vagyis a gnosztikusizmus ketté választotta az Isten hitet és a jó erkölcsöt. Azt mondta, hogy az Istennel kapcsolatos titkos tudás, a léleknek az Isten ismerete az elegendő az üdvösséghez, hogy a testben hogy élünk és mit teszünk, annak az üdvösség szempontjából nincs jelentősége. Na most valójában két dolog jelent meg ebben a hamis tanításban, egy szörnyű, keresztényietlen Isten törvényével és a keresztény értékrenddel, a lélek gyümölcseivel ellentétes életforma, és egy magasztos, spekulatív, filozófikus vallásosság. János is szembeszáll az első levelében, egy kicsit más stílusban, de azért ő is elég határozottan ezzel a kérdéssel, és Júdás levele is ezzel foglalkozik. Na most a tanulság itt van, ami számunkra tudnillik, az a dolognak a lényege, hogy a mi hitünket és a mi erkölcsiségünket nem szabad szétválasztani egymástól. Hanem ez a két dolog a keresztény életben olyan, mint a nap fénye és a nap melege. Meg lehet különböztetni, de nem szabad elszakítani őket egymástól. És ezt a veszedelmet látta Júdás, hogy ezek az emberek lerombolják a keresztény erkölcsöket, a szeretetnek az életrendjét, ellopják a hívektől, és egy abszolút világias, kicsapongó pogány életmódra sarkalják Isten gyermekeit. Ezért érezte úgy, hogy nagyon keményen és nagyon határozottan kell megszólalnia a veszély súlyosságának és nagyságának megfelelő szavakkal. Úgyhogy nem valamiféle durvaságot kell ebben az esetben látni, hanem a pásztori féltő szeretetnek a megnyilatkozását. Egy felkiáltást, ami valami módon megrettent és visszatartja a keresztény embereket attól a szakadéktól, amibe a gnosztikusok szerették, és a gnosztikusokon keresztül természetesen az ördög szerette volna lerántani őket. Tanuljunk ebből az esetből, és ne spekulációkban, hanem Krisztus engedelmes követésében keressük a mi kereszténységünknek a lényegét.